Köszönjük a meghívást. Úgy gondoljuk, hogy valóban egy kúrens téma ez a blockchain, és érdemes foglalkozni vele elég sokat. Mi magunk ezt is tesszük, hogy elég sokat interaktálunk ennek kapcsán az urakkal, de úgy gondolom, hogy érdemes valóban pár szóban megtárgyalni, hogy cégvezetőként ez hogy érinthet minket, mindannyiunkat jelen pillanatban. De én azt javasolnám, hogy egy-két mondatos bemutatkozással kezdjen mindenki. Kettem akkor nagy szeretettel üdvözlök én is mindenki, Farkas Gábor vagyok, és a DGC adószakértője képviselő. Üdvözlök mindenki, de lesz, hogy van mások a Sérájnak a alapítója és ügyvezetője. Mi vagyunk gyakorlatilag az első kripto cég Magyarországon. Tehát mi üzemeltetjük a Mr. Point, arról lehet, vagy így lehet, mint velünk talán változó leginkább, mint Magyarország első kripto pénzváltója. Üdvözlök mindenki, Csaba, én is a titulussal jöhetnék a körben, viszont amin én ugye most itt fogok szerepelni, hogy ez konkrétan az Income Lockerő platform. Ez egy blockchain alapú kriptopénz vezető hitelplatform, amivel most már bő egy jó éve foglalkozik a csapatom. Üdvözlök mindenkit! A Vessző Zsérgely vagyok, a Sendlook NRT innovatív technológiákért felelős igazgatója. Egy hónap ezelőtt még a Nemzeti Vezeti Adó és Vállalatánál volt a Bitcoin és blockchain szakértő. Ott egyrészt az Európai Uniós jogalkotást voltak hivatott segíteni, másrészt pedig a bűnözők üldözésének tudtuk ezeket használni. A Sendlooknál pedig a blockchain technológiával napinknak foglalkozunk, vannak folyamat a projektjeink, és még érdekesen látom, hogy ilyen kérdések tudnak felvenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Én meg engem általában a Cegedi Tamásként tartanak nyilván, úgyhogy Csabor nem vagy ilyen. Blockchainoknak vagyok a társalapítója, és valóban nekünk az egyik missziónk, hogy egy nagyon izgalmas technológia, a blockchain regionális vagy európai központjává tudjuk tenni, vagy tudjuk-e tenni Budapestet. Ennek kapcsán szerintem egy nagyon érdekes és változatos háttörű csapattal fogunk a blockchain témáról beszélgetni. Jó, én akkor fel is tenném az első kérdést. Cégvezetőként mennyire kell foglalkoznunk a blockchain-nel? Mennyire kell értenünk, hogy mi zajlik jelenleg a blockchain-nel? És milyen alkalmazási területek vannak, ahol akár a mai nap is találkozhatunk a blockchain által teremtett lehetőségekkel vagy kihívásokkal? Adjunk akkor így sorban? Jó. Én egy kicsit még távolabbat tekintenék, ha lehet ettől a kérdéstől, ugyanis én nyilván, hogy egy kicsit még akarom menni, akkor azt a kérdést kell tenni, hogy magyar cégvezetőként adott esetben milyen dolgokat kell figyelembe venni. És én azt gondolom, hogy itt először mindenképpen arra kell választanánk, tehát abban az irányba kell indulni, hogy Magyarország valamilyen módon, ugye amiről beszélgettünk mi is, illetve én azt mondom, hogy ez talán mindenkinek világos lehet, hogy Magyarország valamilyen módon a központjába kerüljön ennek az egész dolgok, vagy a régióban, de akár Európában is. Ehhez több dolog kell, szerintem cégvezetői szempontból nyilván fontos az, hogy egy biztonságos környezet legyen ehhez, egy biztonságos és érthető környezet legyen ehhez kialakítva Magyarországon. Ugye ez már magában foglalja azt, hogy adott esetben lehessen auditálni ezeket a blockchain alapú rendszereket, ennek meg legyen a feltétel rendszere és a jogszabályi háttere, illetve hogy adózási szempontból, ugye most visszautalok itt a saját szakmámba, adózási szempontból egy olyan környezetet tudjuk kialakítani, ami egyrésztről világosan érhető, bár talán ezzel egyébként ma sincs probléma, viszont másrésztről lehetőséget teremt olyan kedvezmények kiaknázására, amik mai szemben is benne vannak egyébként a jogszabályi környezetben, csak bizonyos esetekben egy ilyen szélesebb körgyártelmezés szükséges ezeknek a kedvezményeknek, vagy kedvező értelmezéseknek a kiaknázásához. Röviden most ennyi gondolom. Akkor egy kicsit másonnal meg közelíteni. Szerintem cégvezetőként már most érdemes akkor elkezdeni foglalkozni ezzel a témával, hogyha a cégünk pénzügyekkel foglalkozik. Tehát ez az, ami jelenleg az ismert killer appja a blockchain technológiának. De az, hogy a killer appnak veszik a killer appját, vagy a legelső alkalmazását, vagy az e-mail volt az első killer appja, az
az internetnek úgy a blockchain az első pillér, amely az a pénz, pénzküldés, pénzfogadás, stb. Tehát az, hogy digitalizáljuk a készpénzünket, és ez bárkinek bárhova szabadon költségek nélkül átküldhetem, vagy szinte költségek nélkül. Ez egy nagyon jelentős dolog, és ez az, ami igazából a legérdekesebb része most szerintem, most a következő pár évben. És beszélgetünk pont Pinta Csabával arról, hogy egy érdekes téma például ezzel kapcsolatban nem csak a nemzetközi pénzáltalás, hanem mondjuk a kockázati tőkének a kockázati tőkepiacnak a teljes felforgatása, mert jelenleg a blockchain technológia segítségével gyakorlatilag bárhol a világon emelhet tőkét, és bárhol a világon részt vehet, befektethet egy olyan cégbe, amire eddig nem volt lehetősége. Tehát az, hogy Magyarországról, Ukrajnából, Gánából, Fülöp-szigetekről, lehet, hogy Amerikából pont nem, de Mexikóból és Perúból, az alapnak van egy kis megtakarítása, nem tudja azt a megtakarítását úgy kiadhatni, hogy valaki, aki egy nyugati típusú vagy észak-amerikai típusú országban és hozzáfér a fejlett pénzügyi rendszerekhez, nem tudja azt a pénzt úgy megforgatni. A kripto alapú kockázatőkebefektetéseken keresztül bárki gyakorlatilag tud mondjuk startupba fektetni. Nyilván ez egy sokkal rizikosabb és veszélyesebb dolog, mint csak vennünk amilyen befektetési alapot, tehát utána kell járni, stb. De hogy ez például egy olyan dolog, ami már most felforgatja a kockázatőkepiacot. És hogyha megnézzük, hogy múlt évben, az elmúlt 12 hónapban hány milliárd dollár ment bele ICO típusú befektetésekbe, és hány milliárd dollár rakott bele tech szektorban mondjuk VC korai fázisú startupokba, akkor az elmúlt egy évben most már az látszik, hogy már azonos szinten van, vagy talán már egy kis magasabb is, mint az ICO keretében összeszedett pénz, mint ami a hozzátok is. De ez tényleg csak az egyik. Amúgy, hogyha biztosítás online dolgozik, banknál egyéb pénzügyi vállalkozásnál, mint elintézet és a többi, akkor most azonnal érdemes ezzel foglalkozni, akár ilyen innovációs csoportot létrehozni, ha még nincs, mert ez a technológia 5 év múlva ezeknek a cégeknek el tudja venni a reggelijét, és ez garantált. Lehet, hogy Magyarországon 10 év múlva, nem tudom, de ez be fog jönni, és hogyha még nem foglalkozunk, akkor azonnal fel. Hogyha más témában, nem tudom, más témában, egyenlőre még nincs tapasztalat. Nem annyira releváns szerintem a blockchain. Ez egy javar, ezt egyébként is értek, nem is azt gondolom, hogy most jelen pillanatban a blockchain körül a nagy szabja az adott a pénzügy, és bármilyen a pénzügyi felhasználás, hiszen azért erre kitalálva annó. Érdemes ezt így valamilyen külön kezelni, talán attól, hogy blockchain pénzügyről beszélünk, ez nem egyetlen jelenti azt, hogy mondjuk a kriptopénzekről, mit olyan, hogy bármilyenről beszélünk. Rengeteg olyan use case van, ami nem ez a fajta innovatív valakul is, és jelen pillanatban a mainstream-i délban eléggé rendkezett sztorival szól. Maga a blockchain nyilvánvalóan nem tettem a pénzügyre jött létre. Rengeteg más felhasználási módja van neki, supply chain-től kezdve végtelenségre sorolni. Viszont ebben van teljesen igazából, hogy ezek a felhasználási módok, ezek nagyon gyerek cipőben járnak. Azért a blockchain-nek a pénzügyi felhasználása mögött most már egy bő 9 évnyi tapasztalat el, hogyha most a mai számokat nézzük, a blockchain a kibocsátott közösségi alapon kibocsátott kriptopénzeknek most jelentően a mai market kapitalizáció az ilyen 350 milliárd dollár körül van. Ez a számára semmit nem jelent, ez egy érdekes leg. A sokkal fontosabb, hogy általában napi szinten ezen pénzmennyiségből 21 milliárd dollárnyi forog cirkulál 20 millió helyenként. Azért ez egy olyan szám, amiért azon a megetett cégzetőben, hogy bármilyen ilyen szinten tudnám saját értékét pörgetni és ezt növelni. Lehet ezt megvigyelni cégzetőként, én sokkal inkább arra válaszolnék, hogy egy cégzető miről mond le, hogy nem foglalkozik ezzel a dolgokkal. Igazából erről a fajta innováció. Az nagyon-nagyon jól látszik, hogy ahogy
van, ami jól mondta, igazából egy bő egy év alatt felforgatta a blockchain technológia a teljes investment barágot, a teljes sincs, a teljes viszik barágot. Most ezt folytatva lehet, a kis lépésekkel fog tovább folytatódni, lehet ezt az egészet navigálni, viszont egyre többen nem navigálják. Ezt nagyon jól lehet látni, hogy még egy évvel ezelőtt mondjuk a legnagyobb befalakok is azt mondták, hogy ez az egész kripto blockchain-ról, ez nem érdekes. Most sorra jelenti be az összes nagy szereplő BlackRock-tól kezdve, de most legújabb a GP, Morgan Stanley, mindenki így kerül a saját kripto deszkét, és beállnak a sorba. Tehát ez egy olyan sztori, amiről sokkal lemaradt, sokkal most szállnak be, sokkal nagyon korán leszálltak. Erre például. Most mondjam, egy olyan kérdésem lenne, hogy ki értette, amit elhangzott előtt. Azért kérdezem ezt, mert a blockchain nem egyenlő a bitcoinnak, a bitcoin és a hozzátartozó kriptovaluták mögött, kriptopénznek mögött lévő technológia az a blockchain. Az egyik felhasználási felülete valóban az, hogy pénzeket bocsátanak ki, és ezeket a pénzeket különböző módon felhasználják és bejutnak a gazdaságba, vagy nem tudjuk a gazdaságba, az úgy ismert, hogy sok helyen próbálják teljesen ellentetíteni azt, hogy ez működjön. Én megpróbálok a kérdésre szólítani és a kérdésre válaszolni. Tudom, hogy a blockchain technológia nem csak, és én teljesen elválasztottam a bitcointól és az egyéb kriptopénzektől, egy dolog miatt, a pénzpiacnak jelenleg nagyon pici részét teszik. Ha most reálisan szeretnék látni azt, hogy ki mekkora befektetés tett bele mondjuk egy ICO-ban, gyakorlatilag egy startup cégben egy beruházás vagy egy befektetési lehetőség, és mekkora pénzek mozognak a pénzpiacon, elenyésző. Nagyon pici ahhoz képest még. Viszont a technológia mögötte alkalmas lehet arra, hogy ellenérdekelt felek, amikor meg kell állapodnunk és látnunk kell azt, hogy jól működik-e az a dolog, például befizettem el a számlámi közműszolgáltatónál, és valóban a közműszolgáltató szolgáltatta nekem áramlatban az időszakban, ez is lehetőzhető amúgy erre a blockchain technológiára, hogy is gyakorlatilag tud működni, és mégis hozzáférhetően, hogyha tudják az emberek, hogy éppen melyik információt miért érhetik be. Mi a SetBlock-nál erre próbálunk fókuszálni, és így most mint egy cégvezetőre lehetne fókuszálni. A blockchain technológia szerintem sokkal több, mint a pénzpiac, és sokkal szélesebb ez a felhasználási felülete, már most is szélesebb, mint amit a pénzpiac szükült. A pénzpiacnál a háttér munkálatokat, már itt említésre került előtt a smart contract, az okos szerződésekkel próbálják kilőni. Ennek egyetlen célja van, mint cégvezető, leépíteni a munkaerő elemet, kevesebbet kell fizetni. Ha csinál az ember egy jól működő programot rá, akkor kevesebb embert kell alkalmaznia, egyszeri beruházás, utána meg fog térülni egy éven belül. Ez cégvezetői szemben, ez egy jó lehetőség lehet. A másik, olyan platformot biztosítani, ami valamilyen szinten átláthatóvá teszi az én működésemet. Ez lehet akár egy cég, lehet akár egy üzletág. Szintén egy olyan dolog, amin el lehet kezdeni gondolkodni, hogy a blockchain technológiával ezt meg lehet valósítani, mi szintén a SetBlock-nál ebben az irányban gondolkodunk, és ezt az irányt próbáljuk megvalósítani. És mi nem ICO kibocsátás felé indultunk el, egyetlen jobb miatt, mert nincsen szabályozva. Én azt gondolom, és ehhez nyilván hozzátesz az én lakbűnügyes múltam is, hogy jelenleg rettentő veszélyes ebbe belefektetni, az ICO 95%-a az én álláspontom szerint két év múlva meg fog szűnni. Nyilván fognak jönni az újak, és lesznek olyan, amik működni fognak. Jelenleg most nagyon veszélyes ebbe fektetni, ugyanis a bitcoin árfolyama. Semmi nem garantálja azt, hogy a bitcoin árfolyama holnap után lehessen lehetett 200 dollárra, ahogy azt sem garantálja, hogy feltudázódjon egy két nap alatt, hogy egy olyan hír történik. Ez egy szerencsejáték az én szempontomból, viszont egy olyan szerencsejáték, hogy valóban az elején, aki belefektetett és elkezdett bányászni, az most nagyon jól jár. De ezer ilyen sztori volt. A tőzsdei működéseket, aki ismeri, hány ilyen sztori volt, hogy azt mondtuk, hogy na, ha a Facebookot teszek, vagy ha a Google-be vagy Apple-be teszek, ugyanezek a sztori. Úgy gondolom, hogy nincs új nap alatt. A blockchain technológia nem úgy fogja megváltani a világot, hogy kiemelkedik egy teljesen kripto világ, hanem én azt látom, és ez szintén az egy mondtam, hogy nyilván hozzátesz, hogy bele fog integrálni a meglévő rendszerekben. És így, mint cégvezetőre érdemes fókuszálni, szerintem azokra a dolgokra érdemes fókuszálni, amit valamilyen átláthatóvá kell tennünk, és ezzel mi biztosabban tudunk működni a piacon, piaci elégszerző. Mondok példákat. Ételek nyomonkövetése például. Húsiparban. Mennyire fontos lenne az, hogy valóban, amikor én megveszem mondjuk a hírsét, amire azt mondják, hogy ha én vizsgettem, akkor már mindent tettem. Mennyire fontos lenne, hogy egy olyan testi kerüljön rá, amit azt tudom mondani, hogy valóban visszakövethető
tényleg az állapik, hogy most mi lett belőle, és nem tudom kérdezni. Évfizető kérte 20 pénzt, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Nagyon sok választási felülete van, és most mondhatok még egyet, szintén most nem tudok elhatkozni a múltamból, a könyvelés. Az, hogy én milyen beszámolót farigcsálom hétvégén is töltöm fel, akármilyen fórumra, az egy dolog. Egy önrevízióval bármikor tudok újat csinálni, és a számaimat szépen fel tudom húzni. Leszokatnyom, hogy én mit csináltam előtte? Persze, annak tudni fogja. De hogyha én egy beszállítóval tárgyalok, fogok tudni róla mást, mint amit alapból ő megosztott magának? És úgy gondolom, hogy ezek azok a területek, ahol nagyon komoly pénzeket lehet megspórolni adott esetben, és nagyon komoly pénzeket lehet nyerni, ha az ember időben kapcsol. Tehát úgy gondolom, hogy mint cégvezető ezekre a területekre, ahol az átláthatóság fontossá válik, ott a blockchain-en érdemes lehet.